Bár nagyon sokan szeretik a nyarat és a strandolást, azt hiszem sokak nevében nyilatkozhatom, ha azt mondom, nagyon várjuk már az esőt. Köszöntöm az M1 nézőit, Lazabori vagyok, és jó híreim vannak, hiszen több hullámban jelentősebb mennyiségű csapadék érkezik a hétvégén. A részletek előtt azonban hoztam egy gyönyörű nézői fényképet. Balla Igornak köszönjük ezt a csodás pillanatot. Egy igazi tankönyvbe illő zivatarcellát láthatnak a fotón, amelyet a Balatonnál fotózott. Köszönjük szépen! További érdekes időjárással kapcsolatos, akár zivatar felhős fotóikat várjuk a meteorfotókukac@mtva.hu e-mail címre. És ilyen felhőkből egyébként lesz bőven a következő napokban, hiszen a hideg front nyáron sokan tudhatják is már, hogy többfelé okoz zivatarokat villámtevékenységgel. A műhold felvételen láthatják is ezt a frontot, amely nyugat felől közelít. A keleti tájakra viszont ma még nem érkezik meg, ott a napsütés lesz a meghatározó, míg nyugaton már a délelőtti órákban megnövekszik a felhőzet, és késő délelőttől déltől egyre többfelé várható a Dunántúlon zápor, zivatar. Az esti órákban pedig már a középső területeken is mindjárt láthatják az animáción néhol jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat rövid idő alatt, vagyis felhőszakadás is előfordulhat a heves zivatarcellákból. A hőmérséklet csúcsértéke túlnyomó rész 29 és 40 fok között változik, jól hallották, délkeleten akár 40 fok is lehet, vagyis elképzelhető, hogy a mai napon megdől a maximum rekord. A szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében pedig átmeneti szélerősödéssel kell számolni. És bár nem lesz nyugaton az az igazi strandidő, azért lássuk a vízhőmérsékleteket. A Rába mindössze 21 fokos, a Tisza 27 fokos, és azért is emelem ki, mert a keleti tájakon, ahogy említettem, ma még a napsütés lesz a meghatározó, úgyhogy érdemes kihasználni a mai napot annak, aki teheti. Nagy tavaink hőmérséklete pedig viszonylag egységes képet mutat 25-26 fokkal. A folytatásban szombaton sok felhő lesz felettünk, erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, de több-kevesebb napsütésben azért bízhatnak elsősorban a keleti tájakon élők, és inkább szűrt napsütés vár ránk. Többfelé várhatóak záporok, zivatarok, vasárnap és hétfőn viszont tartós eső is valószínű, sokfelé, vagyis jelentősebb csapadékra készülhetünk. Kedden is még sokfelé számolhatunk esővel, de ekkor már elkezd csökkenni a felhőzet. Jó pár fokot visszaesik egyébként a hőmérséklet, a csapadékos tájakon 20 és 25 fok között mérhetjük a maximumokat, míg a kevésbé esős területeken akár 30 fok sem kizárt. Holnap ünnepeljük az államalapítást, országszerte számos településen tűzijátékkal köszöntik az ország születésnapját. A látványos sót azonban az időjárás is erősen befolyásolja. A legideálisabb, ha enyhe légmozgás van a tűzijáték alatt. Erős szélben ugyanis a lövedékek, rakéták letérhetnek az eredetileg megtervezett pályájukról, teljes szélcsendben pedig a robbanás után keletkező füst nem száll el, csökkentve a nézői élményt. A páratartalom is erősen befolyásolja a látványt, hiszen így többször törik a tűzijáték fénye. Az eső már nem jelent akadályt a modern tűzijátékok fellövésénél. Idén a fővárosi tűzijáték szokás szerint este 9-kor kezdődik, de számos más településen is készülhetünk a pirotechnikai attrakcióra. A Balaton környékén Badacsonyban például már ma este 10 órától kezdődik a show, holnap este 9 órától pedig a tavat szinte teljesen körbevéve sok városban lesz tűzijáték. Legnagyobb tavunk és fővárosunk mellett természetesen sok más településen is. A teljesség igénye nélkül érdemes Kaposváron, Szegeden, Orosházán és Nyíregyházán az égre pillantani. Én most köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!